1 millió külföldi és belföldi muszlimnak engedélyezte Szaúd-Arábia, hogy részt vegyen az idei nagy zarándoklaton a hádzson. Az iszlám 5 pillérének egyike, hogy a hádzsot minden muszlimnak, akinek módjában áll, életében legalább egyszer teljesítenie kell. A zarándoklat Mohamed proféta 1400 évvel ezelőtt végigjárt útját követi. A 2020-ban kitört világjárvány miatt a szaúdi hatóságok abban az évben csak 1000 zarándok részvételét engedélyezték. Egy évvel később sorsolással választották ki azt a 60 ezer teljesen beoltott hívőt, akik részt vehettek a zarándoklaton. Az idei hádzson, ami júliusban lesz, kizárólag 65 év alatti oltott zarándokok vehetnek részt. Akik külföldről érkeznek, azoknak az oltások mellett még egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel is igazolniuk kell, hogy nem fertőzöttek. A világ egyik legnagyobb vallási összejövetelén a pandémia előtt 2019-ben még 2,5 millióan vettek részt.